Elkezdődtek a munkálatok a földeken, már a buza is szárba szökkent. A vajdasági gazdaságok fejlődéséhez jelentősen hozzájárulnak a falugazdászok. A szakemberek szakmai tanácsokkal látják el a termelőket, szervezik a gazdák továbbképzését, valamint kapcsolatot tartanak a különböző gazdaszervezetek között. Négy vajdasági településen már működik a szakszolgálat. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége további 13 településsel bővítené a hálózatot. Szükséges dokumentációnak kitöltése, a regisztrációs papírok kitöltése, amikor a gazdaságot regisztrálják le. Tehát ebbe ők mind segítséget nyújtanának, és következik most egy olyan időszak, ami nagyon lényeges lesz a szerbiai mezőgazdászok részére, hiszen az Európai Uniós előcsatlakozás alkalmával már rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyeket pályázat útján tudnak a termelők lehívni. Szakmai és pénzügyi támogatást nyújt az Agrárszövetségnek Magyarország Vidékfejlesztési Minisztériuma. A tárca tavaly és az idén is mintegy 5 millió forinttal, vagyis közel 2 millió dinárral segítette az egyesület munkáját. A falugazdász hálózat kiépítésének fontosságát hangsúlyozta Torda Márta, főosztályvezető helyettes. A növénytermesztés, állattenyésztés területén olyan tanácsokat tudnak adni, hogy a piacképes termékeket tudjanak előállítani. Átlátható támogatási rendszerre van szükségük a vajdasági gazdáknak. Helyzetük megszilárdulása, megerősödése versenyképessé tenni őket európai kollégáikkal szemben. A Vajdasági Magyar Szövetség számára kiemelt jelentőségű a vidékfejlesztés. A termőföld megőrzés, a biztos támogatáspolitika, a nyugdíj és egészségügyi biztosítási rendszernek a letisztázása, a falugazdász hálózat fejlesztése. Mi ezekkel már foglalkoztunk az elmúlt időszakban, vannak bizonyos területeken részeredményeink, és hát ezzel szeretnénk az elkövetkező időszakban foglalkozni és ezt építeni a jövőben. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége ernyőszervezetként működik, mintegy 50 egyesületet, vagyis 3000-nél is több termelőt fog össze. Taglétszámuk folyamatosan növekszik. A kistermelők érdekérvényesítését tekinti fő feladatának a Topolyai Sertéstenyésztők Egyesülete, ezért csatlakozott a szövetséghez. Agrárpolitikai koncepciónak a kidolgozása állna az előtérbe. Ennek a kidolgozásnak és ennek az érdeknek a képviseletében remélünk egy ilyen közös érdekképviselettől segítséget. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége szerint a termelők a közös gondokat csak egységes fellépéssel oldhatják meg. Erre példa a kapcsolható eszközök kérdése. A gazdák számára továbbra is nagy gondot jelent a kapcsolható eszközök nyilvántartásba vétele. A közlekedési törvény megváltoztatásának érdekében aláírásokat gyűjtött a szervezet.